Most pedig menjünk a tengeren túlra. Az Egyesült Államokban már 11 millióhoz közelít az igazolt koronavírusosok száma. Tegnap több mint 170 ezer új fertőzöttet regisztráltak egy nap alatt. Több tagállamban a hét végétől szigorítások lépnek életbe a járvány visszaszorítása érdekében. Donald Trump amerikai elnök közben megerősítette, hogy kormányzata továbbra sem hoz az ország gazdaságának teljes lezárását célzó döntést. Maszkokat osztanak New York egyik forgalmas közlekedési csomópontjánál. A város önkéntesei arra buzdítják az embereket, hogy teszteltessék magukat, és elmondják, hogy hol találhatók azok a helyszínek, ahol ezt megtehetik. New York vezetése arra kéri az embereket, hogy mindenki tegye meg a megfelelő óvintézkedéseket, mert a koronavírusos megbetegedések száma ugrásszerűen növekszik. A vírus nem ismer határokat, sem földrajzit, sem ideológiait. A mi feladatunk, különösen nekünk orvosoknak, hogy megtegyünk minden létezőt, hogy megakadályozzuk az emberek megfertőződését, mondta az egészségügyi biztos. New York kormányzója eközben szigorításokat jelentett be. Mint mondta, ez az utolsó esély, hogy megállítsák a járványt. Péntektől az egész állam területén éjszakai kijárási tilalom lépett életbe. Az éttermeknek, bároknak és fitnesstermeknek este 10 és hajnali 5 között zárva kell lenniük. A vendéglátásból élők hatalmas veszteségekre számítanak. Nem vagyok boldog, és azt hiszem, ez csak a kezdete a további intézkedéseknek. Elnézve a számokat az Egyesült Államokban és New Yorkban, látjuk, hogy semmi jóra nem számíthatunk. Előttünk van London, Írország és Európa példája. Valószínűleg ránk is ugyanez vár. Abban bízunk, hogy nem kell teljesen bezárnunk, mondta egy New York-i étterem tulajdonos. Washington állam kormányzója feleségével együtt arra kérte az embereket, hogy változtassák meg az idei hálaadási és karácsonyi terveiket. 2021-ben csodálatos hálaadásunk lesz, de idén túl veszélyes a családoknak összegyűlni, mert a vírus megállíthatatlanul terjed. Hozzánk hasonlóan önök is mondják le az ünnepekre tervezett összejöveteleket, és legyenek biztosak abban, hogy így teszik a legtöbbet a szeretteikért, fogalmazott Washington kormányzója. Az országban 11 millióhoz közelít az igazoltan koronavírusos fertőzöttek száma. Pénteken több mint 170 ezer új fertőzöttet regisztráltak. Több tagállamban a hétvégétől szigorításokat vezetnek be a járvány visszaszorítása érdekében. Oregonban és Washington államban két hétig az élelmiszerboltok kivételével minden üzlet, étterem, sportklub, intézmény és iskola zárva tart. Hatnál többen pedig még a lakáson belül sem gyűlhetnek össze. Új-Mexikó államban szintén két hetes lezárást jelentett be a kormányzó, Utah államban rendkívüli állapotot hirdettek. Vermontban minden kávézónak, szórakozóhelynek és étteremnek este 10-kor be kell zárnia. Az éttermek csak is elvitelre dolgozhatnak. Illinois államban, ahol Chicago is található, arra szólított fel a kormányzó, hogy az emberek amennyire csak tehetik, a következő 3 hétben maradjanak otthon. Gyorsan terjed a járvány a középnyugati tagállamokban is. Minnesotában este 10-kor az éttermeknek és a presszóknak be kell zárniuk. Wisconsin kormányzója pedig arra kérte az állam lakóit, hogy mondjanak le a vendégeskedésről, ünnepi összejövetelekről és a barátokkal tartott közös vacsorákról. Eközben Donald Trump amerikai elnök megerősítette, hogy nem hoznak az amerikai gazdaság teljes lezárását célzó döntést. Az ország teljes leállítása napi 50 milliárd dollárba és munkahelyek ezreinek megszűnésébe kerül. Nem állítjuk le az országot, ez a kormány nem vezet be zárlatot, fogalmazott az amerikai elnök hozzátéve, a zárlat emberéletekbe kerül és rengeteg gondot okoz. Mint mondta, az egészséges amerikaiaknak dolgozniuk kell és iskolába kell járniuk. A kormányzat pedig megvédi az időseket és a veszélyeztetetteket. Joe Biden demokrata párti elnökjelölt koronavírus tanácsadója szerint viszont 4-6 hétre be kellene zárni az amerikai vállalatokat. Szerinte csak is egy ilyen országos lezárás segítene abban, hogy a járvány kezelhető méretűvé zsugorodjon az Egyesült Államokban.